kedves minisztránsok! Holnapi nap evangéliumában olvashatjuk majd, hogy Jézustól a főapostolok közül kettő is, Jakab és János azt kérte, hogy ki üljön jobbján vagy balján. Többi apostol meg is neheztelt emiatt, és akkor Jézus egy emlékezetes tanítást adott nekik. Először is azt mondta, hogy a világ urai, azok olyanok, hogy hát zsarnokoskodnak a népek fölött, jótevőknek hivatják magukat. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki első akar lenni, legyen a másik szolgája. És hogyha megnézzük a Szentírás eredeti nyelvét, a görögöt, akkor nagyon erős szót mond az Úr Jézus, mert van egy diákonus szó is a szolgálatra, ilyet már mi is használunk, hogy vannak az egyházban diákonusok, szolgálattevők, de ő azt a dúlos szót használja, még a rabszolgát, hogy azok a szolgálatban is még a legalantasabb munkát is végző, az legyen köztetek az első. Megint egy idegen szó, bár mindenki hallotta és ismeri, hogy a szolga szó latinul a minisztert jelenti, vagy mondhatnánk azt is, hogy minisztrás. Csak hogy a miniszterre gondolva mindenki nagy urat képzel, aki egy nagyon márkás kocsival jelenik meg valahol, még testőre is van, meg azt se tudják, hogy nyitogassák előtte az ajtót, mert megjött a miniszter úr. Egyáltalán nem azt a képet festi, mint olyan nagy szolgálattevő volna nekünk. Hát persze, hogyha jól végzi az ország dolgait, akkor szolgálja a népet. De a minisztráns szó az is ezt jelenti. És mondhatnánk azt, hogy igazi szolga ő. Kit szolgál? Hát első látásra segít, szolgál itt a papnak, mert idehozza a bort, vizet, csönget, aztán fogja az áldoztató tárcát, nagy ünnepeken pedig hát végzi a liturgiát, ráeső feladatokat. De a papon keresztül az Úr Jézusnak is szolgál, mert mindannyian neki szolgálunk, ő pedig az Isten fia. Ezt a szót is ismeritek, hogy liturgia. Szoktuk mondani, hogy ez a liturgia így áll össze. A liturgia megint egy idegen szó. Mi azért nagyon sok idegen szót megtanulunk ám itten. Liturgia annyit jelent görögösen, ami annyit jelent, hogy Isten szolgálat. Tehát aki a liturgiát végzi, az nem ilyen szertartásokat csinál, hogy most összeteszi a kezét, akkor a letérdel, akkor énekel csupán, hanem Isten szolgálja. És az oltárnál való szolgálat az a legszebbek közé tartozik. De a mindennapokban is el kell sajátítani a szolgálat készséget. A kis dolgokban is. Aki a másiknak segítségére siet, vagy anélkül, hogy megkérdeznék, vagy megkérnék, valami jót tesz. Én szoktam azt adni a gyerekeknek gyóntatásban elégtételül, hogyha például olyat gyónik valaki, hogy nem engedelmeskedett a szüleinek, akkor egy alkalommal önkéntesen segítsél. Ez az elégtétel. Ezt a legkisebb gyerek is megérte. Tudod mi az, hogy önkéntesen segít? Tudom. Na hát akkor még se kérnek rá, akkor segítsé. Általában akkor nézik a szülők, hogy mi lehet ezt a gyereket, hogy megkérdezzen, mit segíthetne. De abból nagyon sok következtetést le lehet vonni, hogy ki mennyire szolgálatkész. Egy ilyen harmadik világbeli iskoláról hallottam, ahol hát a gyerekek elég egyszerű körülmények között élnek,
és a tanítót valahova elhívták. És hát tudta azt, hogy nem fog egy-két órán belül megérkezni, de a gyerekeknek ott kellett maradni. Hát mit csinálja? Hát ki az, akit megbízhat azzal, hogy a többire odafigyeljen, és őrizze a többit. És azt eszelte ki, hogy kiment az ajtó elé, és oda tett egy olyan követ, amiben el lehet botlani. És akkor utána ő kiment, és azt mondta a gyerekeknek, hogy kövessetek, jártek utána. A gyerekek mind jöttek, egyik másik bele is bukott a kőbe, de volt egy, aki odament, megfogta és arrébb tette. És akkor azt mondta, hogy te vigyázol a többire. Mert annélkül, hogy megkértelek volna, te készséges voltál a jó cselekedetre. Tehát a szolgálat sokszor ilyen kis dolgokban is megmutatkozik. Mint köztudott, a minisztrásoknak a védőszentje Szent Tarzícius. Biztosra veszem, hogy a történetét már ismeritek, így igaz? Hallottátok Szent Tarzíciusét? Ugye, vitt az oltári szentséget, és hát közben megtámadták, és meg is ölték érte. Az oltári szentséget mi imádjuk, mert ott van benne az Úr Jézus, és nagy tisztelettel vegyük körül. Sajnos ma is vannak olyan nem katolikus keresztények, akik azt mondják, hogy a Szent Misa az olyan babonaság, bálványimádás, meg hasonlók. Hát ezt mi a legmesszebb menőkig elutasítjuk, hiszen az Úr Jézus hagyta ránk, és 2000 év óta jó lehet, külsőleg sok minden megváltozott a Szent Mise végzésében, de a lényege szerint ugyanaz maradt. És abban szolgálunk, védjük, óvjuk, imádjuk az oltári szentséget. A minisztránsra általában valami ruhát is adnak, főként az ünnepi Szent Mise végzésekor. Itt is fehér karing van a minisztránsokon. És ez nem azért van, hogy csak megkülönböztető jele legyen, mint ahogy vannak olyan múzeumok, hogy egyenruhát hordanak, vagy sok szakmában egyenruhát hordanak az emberek, minden jelentősebb ilyen hivatásos szakmának, legyen az tűzoltó, rendőr, vagy másféle beosztásban lévő ember, van egyenruhája. Hát a mi egyenruhánk általában a fehér ruha, mert a papon is rajta van a miseruha alatt, az alba, vagy máskor a karing, az egy jel. Amikor megkereszteltek bennünket, akkor is egy kis fehér ruhát tettek ránk, és miután az ősegyházban felnőtteket kereszteltek, ők föl is vették magukra. Nem csak a tisztaságnak a jele, vagy a bűntelenségnek, hogy tiszta lélekkel jöjjünk a Szent Misére, hanem Szent Pál apostol mondja, hogy öltsétek magatokra Krisztust. Hát ezt hogy kell érteni? Most ne úgy gondoljátok, hogy mi belebújunk Jézusba, hanem azt a lelkületet, azt a viselkedést, azt az életformát, azt a gondolkodást, ahogy Jézus élt, azt akarjuk elsajátítani. A színész, amikor fölvesz egy ruhát, mondjuk fölveszi az orvos fehér köpenyét, aztán rajta van a stetoszkóp, a hallgató, meg ott van a kezébe a táska, a vademékum, akkor a színpadon igyekszik úgy viselkedni, mint ahogy az orvos szokott viselkedni. Figyeli, megfigyeli, hogy hogy viselkedik az orvos, de ezt mondhatnám más foglalkozásokra is, vagy mikor valaki rendőrnek költözik a színészek közül, akkor roppant határozott, azonnal lekezeli, szalutál, mondja, ugye, viselkedik úgy, mint a rendőr. Hát nekünk úgy kellene viselkedni, mint ahogy az Úr Jézusét. És ezt a Szentírásból tudjuk meg az egyház tanításából, hogy élt az Úr Jézus, és így kellene nekünk is élni.
ahogy Jézus élne helyünkbe. Ez azt jelenti, hogy fölvesszük magunkra Jézusnak a ruháját, a lelkületét. Úgy éljünk. Hát ez nagyon nagy feladat, mert senki se tudja teljességgel követni Jézus, de igyekezni kell rá, hogy hasonlítsunk ő hozzá. Különösen a minisztrásnak van ilyen feladata. Úgy számba vettem, hát több mint 50 év van, 56-7 évvel ezelőtt kezdtem minisztrálni. Akkor még sokkal bonyolultabb volt, mert latin szövegek is voltak, és a minisztrásnak könyvet kellett áttenni, vinni, háttal misézett még a híveknek a pap, de én örömmel tettem és csináltam. És hát vannak emlékezetes esetek, hogy kiknek minisztráltam, úgy följegyeztem, vagy megjegyeztem. Őrzök egy szent képet 1958. szeptember 14-éről, az van ráírva, Bábel Balázsnak szép minisztrálásáért, és alá van írva, hogy Tabódi István. Hát nektek ez a név nem sokat mond, később majd, ha megismeritek az újkori magyar történelmet, akkor rájöttök arra, hogy az a pap volt, aki huszártisztből lett pap, és valami 18 év, 6 hónapot ült börtönbe. Na nem azért, mert köztörvényes bűnöző volt, hogy lopott vagy gyilkolt, hanem azért, mert például jól csinálta a papi munkáját. Abban az időben hát az egyház nagyon sok üldözés szenvedett, mint ahogy most is szenved a mai világban. Akkor én ismertem őt, de annyira nem. Még utána is ült 12 és fél évet, úgyhogy aztán később, amikor már felnőtt fejjel megismerkedtem vele, akkor említettem is neki, és úgy jó érzéssel tölt el, hogy a magyar egyháznak egy ilyen kiválósága, hogy ne mondjam, nagy hitvalló papja volt, akinek minisztráltam. Közelében lehetek a szent cselekményeknek, és nagy öröm, hogyha komolyan is hisztek benne, hiszen a hit éve van. Mert nekünk hinni kell abban, amit itt teszünk. Hinni kell az eukarisztiában, hinni kell abban, hogy a Szentírásból az Úr Jézus szól hozzánk, és az egyházunk tanítása az nagyon fontos saját életünk számára. Talán tudjátok azt, hogy mostani kormányzat bevezette azt, hogy az érettségi előtt 50 órát kell önkéntes munkásként valahol dolgoznia annak, aki érettségit akar szerezni. Hát ezt szerintem azért is vezették be, mert nagyon sok fiatal már ilyen kézi munkát vagy fizikai munkát nem is igen végez, mert alkalma sincs rá, meg hát úgy nevelődik, és akkor mondják neki, hogy hát akkor igen, vegyél részt akár a kórházba, betegápolásba, vagy valahol, ahol építkezés van, ott segíts. Tehát ilyen önkéntes munka legyen benned, hogy próbálj meg valamit visszaadni abból, amit neked adtak. És még azzal is szokták ezeket a fiatalokat ösztökélni, hogy hát lehet nekik nagyhírű emberekkel együtt dolgozni, mert mondjuk egy színházba hordja a székeket, és ott vannak a híres színészek, vagy valami tudósnak segít, és akkor hát ez milyen nagy dolog, hogy az önkéntes munkáját így végzi. A minisztránsok önkéntesek. Mert az, hogy kaptok érte pontokat, aztán elvisznek benneteket esetleg kirándulni, vagy valami találkozóra, ez egy kis biztatás, de mind a mellett azért ez önkéntes szolgálat. És nem akárkinek szolgáltuk, nem valami politikusnak, vagy valami tudósnak, hanem, ahogy említettem is, magának Jézus Krisztusnak szolgáltok. És ez nagy dolog, és ez segít bennünket akkor is, amikor föl kell kelni, el kell menni, hogy hétköznap is eljön valaki. Nem fog romlani a tanulmányi eredményetek azáltal,
hogy a Szent Misén ott részt vesztek. Hadd mondjam el, hogy akkor kezdtem minisztrálni, ahogy említettem, a 4 éves koromba, 54 tájékán. De amikor már elsáldozó voltam, utána én minden nap a reggeli Szent Misére elmentem, és minisztráltam. 7 órakor volt, és akkor onnét volt az iskola, oda mentem. És a tanulmány eredményemben egyáltalán nem mutatkozott meg, semmivel se lettem rosszabb tanuló, mert kitűnő tanuló voltam általában, fiúk között is, hát a legjobb voltam, ezt csak azért mondom, nem büszkeségből, hanem biztatásból. Hogy aki minisztrál, az nem rossz helyen tölti az időt, hanem a legjobb helyen, Jézusnál, és ő segít is bennünket. Így végezzétek ezt a szolgálatot, és hát ebben nagy példaképeink vannak. Ma Szűzanyát is ünnepeljük szombat lévén. Ő az Úr szolgáló leánya. Szolgálta az Úr Jézust, és szolgálta az embereket. És van védőszentetek, Szent Tarzícius. Ő is példájával járjon közben. Értetek, hogy hűséges és vidám lelkű minisztrások lehessetek. Amen.